Sziasztok! A mai videóban két dolgot fogok kipróbálni alapozásra, méghozzá az egyik, az egy nagyon egyszerű zokni, ugyanis láttam Pinteresten és több bloggernél is külföldinél, hogy zoknival próbálnak alapozni, és mivel megérkezett egy szintén hasonlóan érdekes kis eszközöm az alapozáshoz, ezért ezt is be fogom vetni, és hát meglátjuk, hogy működik-e valamelyik. Én nagyon szkeptikus vagyok, viszont arra gondoltam, hogy ez túl snat lenne ezt a szilikonpárnás alapozó eszközt bemutatni, úgyhogy legyen egy zokni is, amit megnézzünk, hogy hogy működik. Az arcom egyik felét ezzel fogom majd alapozni, a másik felét pedig a zoknival, ami egyébként vadi új és teljesen tiszta ebből fakadóan, és össze fogom gömbölyíteni a másik párjával. Nos, mivel azt szeretném, hogy ez a teszt, ez így reális képet adjon számomra is, számotokra is, ezért egy olyan alapozót választok, amit már nagyon-nagyon sokszor használtam, ami megbízható és könnyen eldolgozható, ez a L'Oréal-nak a True Match alapozója. Ezt még újjal is gyönyörűen el tudom dolgozni, úgyhogy talán ennek ezeknek az eszközöknek nem lesz így nagyobb kihívás, és nem teszek eléjük irreális feltételeket, úgyhogy vágjunk bele. Kezdjük először ezzel a szilikonpárnával, amivel kapcsolatban eszméletlen kíváncsi vagyok, eBay-ről rendeltem, nagyon olcsó volt, pár száz forint, és hát ugyanannyira szkeptikusan állok a dologhoz, mint annó a Beauty Blenderhez, abba se hittem, amikor megérkezett tesztelésre, hogy működhet, hogy egy szivacs kiült KO-val egy alapozó ecsetet, illetve az ujjaimat, mert akkoriban még nagyon bőszen ujjjal is sminkeltem, és működött, úgyhogy én erre is kíváncsi leszek. Sőt, most már láttam, hogy ezt az eszközt annyira csípi néhány blogger, hogy óvszert húznak a Beauty Blenderükre, és azzal alapoznak. Én ideig nem akarok fajulni, viszont ezt megnézzük, hogy működik-e. Nagyon kis hajlékony eszköz, igazából higiénikusnak tűnik, hiszen csak leöblíted, és már tiszta is. És ha működik, akkor ez tényleg sokkal jobb, hiszen gyanús, hogy kevésbé tud elhasználódni, mint egy blender, kevésbé törhet, illetve ha törik, akkor ugye pár száz forintért pótolható. Úgyhogy lássuk is a medvét. Szóval felteszek egy keveset minden részre, az okni alá se fog ártani, ugye? És nem teszek fel túl sok alapozót, hiszen azt még mindig tudom pótolni. Ugye elméletileg ez a szilikonos dolog, ez nem fogja beszívni az alapozót, az okninál már vannak kétségeim, de ha túl sok alapozót vinnék most hirtelen nyíbe fel, akkor nyilvánvalóan úszna alapozóban az arcom, viszont így legalább a testem hűére reagál a termék, és hát ez a True Match ez tök jó, úgyhogy lássuk ezt az oldalt ezzel a szilikonos cucca, hogy hogyan is működik. És fogok elővenni egy kis tükröt, hogy lássam én normálisan közelről. Hát kenegeti, az tény. Jó az az alapozó még mindig. Hát. Végül is működik, de olyan, mintha is poklival pakolnám jobbra-balra a terméket. És én egy kicsit csíkosnak is látom, meg foltosnak az eredményt, bár lehet, hogy jó, rá kell még szánnom az időt, igen. Hát nem tudom, annyira nem rossz, őszintén szólva rosszabbra számítottam sokkal, de nekem a Beauty Blenderrel jobban tetszik az eredmény. És az viszont tény is való, hogy még lehet, hogy ennél is kevesebb alapozót kellett volna felvinnem. Illetve a hajlatokban nem tud rendesen ez az eszköz nekem úgy beférni, és ugye itt van egy pereme, ami által nem lesz egységes ott az a rész. Na jó, nem rossz. Nem mondom, hogy kuka kategóriás dolog, és nem mondom, hogy nem működik, de azért a beauty blenderek szerintem jobban működnek, mármint az eredeti, nyilván egy gagyi szivacs az nem működik olyan jól, de elég szép lett a végeredmény, és egész egységes, úgyhogy meg kell mondjam, ez
ez egy jó dolog. És ha jól gondolom, akkor igazából a tisztítással, most van itt egy alapozós kis törlőkendőm, az ennyi lenne, hogy letörlöm, és igazából már mehetek is utamra és dolgomra. Úgyhogy annyi pénzt megér, amennyire IBN meg tudjátok rendelni. Abszolút ezt mondom, hogy nyugodtan, meglátjuk majd, hogy mennyire bírja a strapát, de nem tudom megcáfolni, hogy nem működik jól. És akkor nézzük a másik oldalon a zoknit, ami egy tök jó ötlet. Volt olyan utazásom, amikor sikeresen se blendert, se alapozó eszközöket, semmit nem vittem, és akkor lehet, hogy egy zokni jól jött volna. Amúgy, ha az ujjam helyett, hogyha ez tényleg működik, és tényleg szebben el lehet vele dolgozni. Próbáltam olyat választani, ami nem egy full műszer, hanem egy kicsit olyan pamutosabb zokni. Igen, konkrétan erre a dologra szereztem be. És hát lássuk a medvét, hogy hogyan is működik. Ehhez nyilván több alapozóra lesz szükség, úgyhogy konkrétan nyomok is rá, aztán majd legalább letesztelem, hogy kijön-e a L'Oréal alapozóm ebből az okniból. Ha nem, akkor nyilván nem egy nagy veszteség. Szóval lássuk, hogy hogyan tudom eldolgozni vele. Ezzel kapcsolatban kevésbé vagyok szkeptikus. Valamiért, mint az előzővel, de azért nyilván nem hiszem, hogy ez jobban fog működni, mint egy beauty blender, bár elég olcsó megoldás lenne egy-egy zokni, mint egy eredeti blender, de meglátjuk. Hát működik. Ezzel is egészen szépen lealapoztam a bőröm, és a legmeglepőbb, hogy alig látok benne terméket. Amúgy ez egy H&M-es zokni, és nem szponzorált a videó. Úgyhogy... Na jó, ez most hülyén fog hangzani, de nekem ez az oldal sokkal jobban tetszik, mint ez a szilikonos oldal. És azért hozzá kell tennem, hogy a beauty blenderen még gyönyörűbb eredményt lehet elérni, mint két esetben, tehát azért a beauty blender lenyomja ezeket a termékeket, a zoknit és ezt a szilikon párnácskát, viszont működik mind a két dolog alapvetően, úgyhogy ilyen vészhelyzet esetén simán kapjatok elő egy zoknit és próbáljátok ki, mert nem rossz. Ezután most már kíváncsi lettem a mosogató szivacsos megoldásra is, bár azt már lehet, hogy inkább nem. Viszont nem rossz a végeredmény, legalábbis egy ilyen alapozóval. Nyilván nem, például az olajos alapozókkal nem vagyok benne biztos, hogy a szilikon párna működik, de majd még nyilván fogjátok ezt látni videóba. És az tényleg tök jó, hogy nagyon kevés terméket szív fel, és tényleg én ezzel most teljesen meg vagyok ütődve, de ez is ennyi foltocskát hagyott benne, tehát ez minimális termék, amit felszívott. Amúgy hozzáteszem, hogy a beauty blender az eredeti, illetve a Kellapude blender sem szív fel sok terméket, de vannak olyan gagyi szivacsok, amik borzasztó sok terméket magukba isznak, és például az IBS szivacsok ugye nem isznek magukba a terméket, de csak masszatolnak és halálfoltosan tudjátok eldolgozni, úgyhogy azokkal lehet ilyen probléma. De be kell vallanom, hogy erre a pár száz forintos dologra érdemes beruházni, és hogyha bajban van az ember, akkor egy zoknit is elővehet. Remélem, hogy tetszett ez a fajta kis tesztelős videó, és írjátok meg, hogy ti milyen furcsa eszközt használtatok már sminkeléshez, illetve amikor ilyen nagy bajba vagytok, akkor mivel tudtátok megúszni a sminkelés problémáját. Én bevallom, hogy volt olyan, hogy kontúroztam vattakoronggal, mert sikeresen nem vittem ecsetet, és nagyon nehéz kontúrozni vattakoronggal, úgyhogy ezt ne próbáljátok ki, az nem működik, de nagyon szívesen olvasnék ilyen sztorikat, mert mindig van olyan, ami kimarad a neszeszerből. Én például most már így végre tavasz van, és készülök egy hosszabb pesti kiruccanásra, ha sikerül összehoznom, és például az utazós neszeszeremet állítgatom össze, úgyhogy ne maradjon ki semmi. Ez mindig nagy feladat, régen mindig össze volt állítva, de most már nem. Úgyhogy írjátok meg, hogy mi az, ami nélkülözhető, és mi az, ami nélkülözhetetlen egy neszeszerben, és nyomjatok egy lájkot, ha tetszett a videó, valamint iratkozzatok fel, és ezzel a napi boldogság faktoromat emeljétek.
Sziasztok!